Kocsárdi. Czrina Márkovicstól nagy. Majd Bonkis. Gólhelyzet. Az első helyzet az első percben a hazaiak előtt adódott. Győri. Kocsárdi. Elrontja. Most mehet Füzi. Jó labda Tóth Mihálynak. Kocsárdinak kéne most javítania. Nem tud. Horváth Péter gólhelyzetben. Vlaszák. Bárányos megelőzi Filó. Mehet az Alaegerszeg. Sebők. Filó ismét. Czrina Márkovicsról éppen Győri felé pattan a labda. Szűcsön ki jól, Győri megint. Oldalháló. Győrinek kétszer is megadatott a lehetőség, hogy megszerezze a vezetést. Mindkétszer elhibázta azt. Nagy Lajos, Sebők. Nagyon jó ütemű kiugratás, Nagy Norbert beragadt. Szabó kettő a kapuig sétálhat ezzel a labdával. Nem teszi. Szűcs gyönyörűen jött ki. No persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy Szabó kettő is hosszan szöktette magát. Bárányos. Földvári adhatja be a labdát. Tóth Mihály, Vlaszák. Most megélénkült a mérkőzés. Egy perc sem telt el Szabó kettő zicsere óta. Szabó kettő egy kötényt próbál kiosztani, ez nem sikerül, viszont Filó beadhatja a labdát, amely eljut Bonkiszig. Hatalmas helyzet volt ez is. Szabó kettő. Nem indít egyelőre. Most igen, mégpedig remekül Bonkisz. Lakos érkezik. A hálótartó vasat találja el Liviu Bonkisz. Tizedik perc a második félidőben. Ferencvárosi szabadrúgás. Bárányos. Nagyszerű szabadrúgás volt. Kocsárdi azonnal vissza, Sebők mehet. Jól lövi középre, Szabó Csaba. Még mindig ő. Még mindig. Kovács Béla szerel. Bonkisz. Jó lövés, kapufa. Szabó Csaba addig botladozott, amíg szerelték, de a labda Bonkisz elé pattant, akinek a lövése akár be is mehetett volna. Szabó Csaba. Nagy Lajos. 16-oson belül jár már. Nagy Lajos. Kimaradt. Szűcs védett hatalmas bravúrral.